Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Kisebb kihagyás után ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls-t a szombati Sör Souls keretében. Haladunk tovább. Jó régen játszottunk már, akármivel, Dark Souls-al meg főleg. Kicsit már el is felejtettem, hogy egészen pontosan hol jártunk. De talán valami óriások környékén, úgyhogy ezzel folytatjuk alapvetően. Azt hiszem ott hagytuk abba, hogy meghaltunk, bármi meglepő. Úgyhogy fel kéne fedeznünk, hogy tényleg merre is jártunk. Na, sziasztok, szia Enes, Sherit Adri, Nevermind, szép estét. Ugye kicsit üzemmódot váltottam, ugyanis beköszöntött a nyár itt Nagy-Britanniában is, ami azt jelenti, hogy van 20 fok, és mindenkiről rohad le a minden. De mindegy, a lényeg, hogy meleg van, és itt abban a kis irodában, amiben én vagyok, vagy hát szobában, itt is meleg van, főleg, hogy ilyenkor egész délután ide süt a nap. Úgyhogy itt van az ablak, hogyha ilyen zajokat hallotok, ez ezért van. És ezeken az ajukon a Heathrow közelsége nem sokat segít. De hát Istenem, legfeljebb flight radaron majd nézhetitek, hogy milyen repülő megy el éppen fölöttünk. Na mindegy. Beharadszik a brit valóság. Hát igen. Ja, hát igen, Sherit Adri, nem raktam fel a sminket, látod. Na jó van. Én azt mondom, hogy akkor nézzük is meg, hogy hol jártunk. De most ez miért nem full screen? És miért ilyen halk? Várjatok. Na. Ja, igen, meghaltunk, és ide haltunk meg. Egészségetekre. Na. Államvizsgából tippeket adni? Hát, én záróvizsgám, voltam vagy, hát nem is tudom, 5 vagy 6 záróvizsgám. Alapvetően én azt szoktam kérni. Hú, várjatok, nem erre kell jönni, másik irányba. Hogy, tehát az úgy jó szokott lenni esetemben, hogyha van a tétel, és ugye ott a tételben vannak ilyen különböző mondatok, hogy hát már nem is emlékszem pontosan mi, ha leírsz egy proktételt, akkor tudom konkrét példát is mondani. De mondjuk ilyen, hogy mi az az osztály? Ilyen biztos, hogy van. Osztályok, objektumok. És akkor mondd el, hogy mi az az osztály, mondd el, hogy mi az az objektum. Nem kell sokat, egy-egy mondat. Várjatok, mert tényleg rég játszottunk. Tehát olyan különösebben sokat nem kell. Köszi Sherit Adri a csírt. Szóval tényleg csak ilyen néhány mondat. Nem tudom, merre kell menni. Shit. Valahol itt le kellett ugrani. Na mindegy, jövünk erre. Szóval ez legyen meg, és ez minden tétel, minden ilyen témájához, vagy hogy mondjam. És akkor már nagy baj nem lehet. Ugye ezt a egy-két mondatot, ezt magad is össze tudod írni, és ez nem olyan vészesen sok.
Mondjuk persze attól is függ, hogy mennyi időd van még készülni. Leperizett. A példa az mindig jó, ha mondasz mellé. Tehát én például a progtételeket úgy kérdeztem mindig, ha valaki azt húzta, hogy melyik a kedvenc programozási nyelve, és akkor azon mondja el. Ugye nekem tök mindegy, hogy melyiket választotta. Igazából mondjuk a legtöbben C++-t választottak. Már csak azért is, mert a bizottság többi tagja azt nem értette. Mert jó, ez gonosz volt. Valahol le kellett esni. Szóval a példák mindig jók, mert az segít neked is, meg az oktatóknak is. Ugye nyilván az ilyen matek, meg számítástudomány, meg logika, meg ezek azok mindig olyan kicsit olyan akadozósabban mennek, de azok mindenkinek. Az az igazság. Szóval nyilván ott is a, persze ott vannak a jelölések, meg ott vannak a például sok-sok képlet, de azokat is úgy ellent mondani saját szavaiddal, viszont hát azt azért illik pontosan. Ah, itt vagyunk. Ugye, itt kell valahol leugrani. Azt hiszem erre. Vagy nem erre? Hát már nem is tudom. Na most találjam meg még az utat. Ah, shit. Nem erre volt. Mindegy, ha már bejöttünk ide, akkor... lecsipegetjük. Szóval... nem is tudom, hol tartottam. Tehát... igen, az egy kicsit nehezebb, de azt azért a kollégák is úgy kérdezik, hogy hát igen, azt nehezebb elmondani. Figyelj, nem arról van szó, mert tényleg hát amelyik bizottságban én voltam, ott ugye a matekot Ispány Márton kérdezte. És ő tényleg ilyen értelemben jó fej volt, tehát el tudta helyezni azt, hogy a matek oktatás milyen ott a karon. És az alapján kérdezett, tehát ahhoz mérten kérdezett. Esküszöm, nem tudom merre kell menni. Na mindegy, megtaláljuk. Szóval szerintem nem kell különösebben aggódni a matek miatt. Erre nem is voltunk még. Vagy igen? Ez egy titkos fal? Ó! Oh. Egy bonfire mondjuk.
Van egy létra fölfele. Hanem a, tényleg a Bantektól én különösebben nem aggódnék. Nyilván azt is meg kell tanulni, tehát nem az van, hogy azt el lehet így mismásolni. Tehát nyilván arra is fel kell készülni. De... az minden kolléga tudja, hogy milyen nálunk a matek oktatás, úgyhogy... annyira nem vészes. Treasure. Hűha. Nem tudom, hol vagyunk. Mindegy, megyünk valamerre. Oké. Jó. Itt voltunk már. Ja. Azt hiszem. Igen, itt voltunk. De most akkor ez a füstkapu minden... még lehet, hogy valonnan kerülő útról jöttünk idebe. Na mindegy. Na, szóval tényleg, én nekem ez volt a záróvizsgával kapcsolatban mindig így a tapasztalatom, hogyha a hallgatók tudtak mondani így mindenhez valamit. Oly, szerintem itt is vagyunk. Tehát egy-egy mondat. Nem, ez az eleje a pályán. Vagy nem az eleje? Nem is tudom. És viszont... nem az... de ez az eleje. Megőrülök. Szóval tényleg, hogyha a hallgatók tudtak folyékonyan beszélni a témáról pár percig. Az mindenképp jó volt. Aztán utána föltettem pár kérdést, vagy válaszoltak, vagy nem. De mondom, aki tényleg folyékonyan tudott beszélni, az általában a kérdésekre is tudott válaszolni, mert akkor valószínűleg készült. Igen. Igen, itt voltunk az előbb. Most oda leugrani nem lehet. Hát nem érdemes blöffölni, ez nyilván tudják. Tehát a tétel, meg a témák azért
azért nem olyan nehezek egyrészt. Ó, oh, szerintem erre sem voltunk még. Tehát a blöfföt azért mindenki felismeri. Tehát nem nagyon érdemes mellé beszélni. Ez egy titkos fal. Nem. Ez is ismerős, már itt is voltunk szerintem. Itt lesz egy nagy ilyen démon, szerintem. Há, nem. Nem tudom, hogy erre kell lejönni. Megmondom őszintén. Mintha erre kéne. De nem vagyok biztos. Önes, tényleg ne aggódj. Nyilván fel kell készülni. Tehát ez nem kérdés. Tehát az a biztos, hogyha... Ha készülsz, mindenről tudsz valamennyit. Nagyon ritka valaki megbukik. Nem azt mondom, hogy most akkor könnyen lehet venni. Tehát nem erről van szó. Ó, de jó, hogy... Igen, itt vagyunk. Hagyjatok. Jó. Itt vagyunk. Oké. Na. Hát, persze a vizsgadruk, igen, az beüthet, de arra is föl vannak a kollégák készülve, tehát nyilván azért mindenki izgul, természetesen. Hogy is csináltuk ezt? Mi volt az a... Ez ugye? De ez hogy kell használni? Ja, így jó. Oké. Na, itt kéne találnunk egy bonfire-t valahol. Ha van. Hello, Stopsörös, szia. Szép estét neked is. Na, és valahol így hagytuk el amúgy a szólókat is. Amik, hát... Annyi esélyt látok rá, hogy visszaszerezzük, hogy... Igen, Tomb of the Giants. Tudtam, hogy valami óriásos. De ho...
Úristen, very big. Így van. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Itt van ez a... mi kis jó barátunk. Te figyelj már, Pecsisz, nem tudod, hova hagytam a szólókat? Itt egy létra. Úristen. Úristen. Itt ez csoportos. Ez most csoportos. Nincs több healing, semmi baj. Meghaltunk. Igen, a loot megvan. Az ember itt van a zsebben. Csak azt kéne tudni, hogy merre kell menni. Azt hiszem erre. Hello? Akkor viszlát. Vagy nem-e? Na várjatok. De erre. Itt volt ez a két gyökér. Nem erre, hanem erre. Igen. Jó, mondjuk legalább az út megvan, hogy merre kell menni. Nagyjából. Azt valaki megnézni, hogy a Tomb of the Giants-be van-e bonfire? Már csak ilyen érdeklődés jelleggel. Örülnék, ha lenne.
Van, de alul. Nagyon jó. Na, és akkor a kedvenc részem. Embertelen. Hát igen, túl kell élnem, amíg odaérek a következő bonfire-ig. Easy. Még ezek az ellenfelek nem olyan erősek. Tehát három ütés, így egykezesen elég nekik. Az a baj, hogy nem látok. Az nagyobb baj. Hát igen, mondjuk az se könnyíti meg a helyzetet, hogy három ütés nekem is. Nem sikerült a loothoz eljutni. Na, akkor most menjünk lefele. Jó. Ha találunk egy létrát lefele, azon lemegyünk. Mondjuk ez... Ez beválik. Jó, ez mindig beválik. Na. Jó, így egy fokkal azért úgy kisimultabb lesz most már a homlokom. Nem kell állandóan végigjönni ott a csontik között. Mármint a kis csontik között. Na, értitek. Még tényleg jó, hogy itt van nálunk ez a... Itt haltunk meg az előbb. Így van. Na. Hagyjatok már bék! Hát én nem tudom, mi van itt. Jó, az ember. Oké, az ember az itt volt. Azt értem, hogy védik. Biztos van már, vagy hát, na. Én nekem ennyi kellett tényleg, hogy... Hogy ez a bonfire meglegyen. Hogy kéne ezt. Megoldjuk. És mellé üt. És lerúg. Hagyjatok már.
Nevermind, ez egy nagyon érdekes gondolat. Mindketten sírunk, az nem erőszak. Nem tudom. Azért a Bonfire mellett a szól azért az menő. Oké, semmi baj. Na, ezért kell mindig a biciklit is kivilágítani éjszaka. Mert beleestek a szakadékba. Igen, jó lenne, jó jönne tényleg valami gránát, amit be tudok oda dobni. Kár, hogy nincs. Hogy kéne ezt? Meg miért nem működik ez a... Oké. Az a baj, hogy sokan vannak. Nem működik ez a ráugrós. Vagy... Hát mondjuk most lehet, hogy megölt egyet. De elvileg úgy, hogy... Ha ráugrok föntről, akkor azért kéne, hogy sebezz elég rendesen. Nem respawnolnak? Biztos? Hát azért öltem már meg párat. Legalábbis én érzésre azt mondanám. Beütött a blood loss. Hát fura lenne, hogyha nem respawnolnak, akkor még egyet se öltem volna meg. Valamiért úgy emlékszem, mintha már halt volna meg. De lehet, hogy rosszul emlékszem. Vagy úgy hallottam pontosabban. Na várjatok. Gondolom az íj az nem nagyon sebez rajtuk. A másik kéz. És akkor hogy? Sose tudom, hogy kell. Na most miért nem...
Ja, ez nem jó hozzá ez a nyíl. Átmegy rajta. Remek ez a célkereszt amúgy. Mintha ott még lenne egy. Pedig a terv az jó volt. Ide akartam csalni őket. Na, még egyszer megpróbáljuk, aztán megyünk tovább, mert nem fogok én itt vacakolni. Max annyira még, hogy beugrunk, aztán gyorsan az itemet fölvesszük. Azt az itemet még fölvesszük, ami ott volt, aztán megyünk tovább, nem vacakolok én itt, neki semmi értelme. Valószínű amúgy is csak az ember miatt van itt ez a sok, nem tudom, hogy van-e itt még valami ezen kívül. Ha a guide-ra rá tudtok pillantani, azt megköszönöm, de körbe szaladtam az emberem meg ezen a másik lúton kívül. Oda még elszaladunk. Mondom, szól, nagyon jó. Végeztünk is. Jó. Oké. Na. Fölvettük a szólt és az embert, úgyhogy mehetünk is tovább. Patches. Tényleg tud most valamit még közölni? Temptations. They can overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. Okay. Ezt mondtam múltkor is. Na. Akkor tényleg menjünk tovább. Itt volt valami ebb. Okay.
És itt az ebb mögött van a másik bonfire. De... Tehát kell közbe íjazni, mert amúgy... Semmi baj. És a nyíl öl meg. Kedvencem ez a hely egyébként. Átfér. És átlő. Érted? Átlő a pályán. Ja, hogy ott fönt. Ó, és van még egy. Azt csodálkoztok, hogy iszom. Na mindegy, valahogy át toljuk magunkat a dolgom. Az a baj, hogy nem tudom kétkezesen fogni a kardot. Engem ez egy kicsit zavar. Leesett. Hát jó. Oké, ez lövöldözött.
Felvettük a itemet. Ó! Látjátok, mi van ott? Én megyek a kék... Zsír. Jó. Ez mindennek a legalja, úgyhogy én is tovább. Én csak azt kellene tudni, hogy... Ja, továbbra is a kék pöty fele. Szerintem mindjárt meg leszünk megint erőszakolva. De nem baj. Mármint... Hát, na, értitek. Oké. Hát igen, ez a lámpása tényleg hatalmas mázlink volt. Biztos iszonyat szívás enélkül. Hát ide, ez a létre, ez nagyon kellett egyébként. Na mindegy. Na, ki is jöttünk a világosba. Hogy pontosabban itt világosabban. Képzeljétek, a héten elmentem fodrászhoz. Ilyenkor szokott jönni a kérdés, hogy így zárva volt? De nem. Hanem el akartam menni a szokásos fodrászomhoz. De hát már nem volt ott egy, hát több mint egy hete. Tehát nem volt nyitva. Na, annyi a lényeg. És... Na mindegy, bementem, már nagyon kellett, úgyhogy bementem a mellette lévő fodrászszalomba. Hát így néztem is, hogy elég fancy hely, de hát most fodrász, mit érdekel engem? Ezt a kurva mi ez? A különösebb nagy igényeim nem voltak, nem szoktak lenni. Vágják le rövidebbre. És... kellett időpontot kérni, mert éppen nem voltak, nem volt hely. És... na mindegy, bementem. Kezdték, hogy megmosták a hajam, meg megmasszírozták a fejemet. Picit gyanús volt. Na mindegy, ali... Az mi a jó istene? Hát jó. Aztán levágták a hajamat. Olyanra, amilyen. Jó lett. Szó se róla. Tehát nem panaszkodok. Majd kedvesen mondta a recepciós hölgy, hogy hát akkor 49 font lesz. Mondom... És még utána megkérdezte, hogy esetleg lefoglalhatjuk-e a következőt. Tehát, hogy a következő alkalomra szeretnék-e foglalást. Mondom, a térjünk már vissza rá később esetleg, mert... most még nem látom a naptáramat pontosan. 49 font. A mellette lévő török fodrász egy 20-asé ugyanezt megcsinálta.
Atyaig, mi ez? De most komolyan, mi történik itt? A törököket azért nem szeretem, mármint hogy... Mármint... Na, nincs bajom a törökökkel, most ne úgy értsétek. Csak ők mindenféle ilyen... fura izét is csinálnak. Tehát mit tudom én így... Hát most ez hülyén fog hangzani, de valami olyan, mintha kiégetnék a füledbe a szőrt. Így meggyújtanak valamilyen kis égő izét, és így oda csapkodja a füledhez. Ezek sose fogynak el amúgy? Csak kérdezem. Nem. Meg ilyen, mondjuk ilyen forró törölközős maszkizét is rak rám. Az mondjuk annyira nem rossz, de én nem, én nekem egy hajvágás kell. Na mindegy, a lényeg, hogy valószínűleg az a fodrászhoz nem fogok menni. Én is remélem, hogy a régi, az előző fodrászom kinyit. Azon lehet, hogy csak elköltöztek valahova, vagy ilyesmi. Másik helyre. Vagy ideiglenesen vannak zárva. Fene se tudja. Na mindegy, szóval... Amúgy olyan 20 font környékén szokták vágni a hajamat. 49 ez egy kicsit több volt, mint... gondoltam. Vegyek hajvágót. Az a baj, hogy a tetejét azt ollóval, tehát annyira nem vágom rövidre, hogy az géppel leesne. Leessem. Itt át lehet jutni? Igen. Jó. Na, még itt, mielőtt átmegyünk ezen a füstkapun, azért gyorsan körbe szaladok. Ne maradjon itt semmi. De szerintem itt nincs semmi. Jó, menjünk. Vacakoljunk. Nem azt mondom, mert tényleg kedves volt a fickó is, aki levágta. Jót dumáltunk. Tehát alapvetően nem nincs panasz rá, meg tényleg jól levágták, csak hát... Cutscene. Mekkora paraszt ez a játék. Ó, na mindegy. Tehát úgy kezdi, hogy le kell ugranom a izébe. És leszedi a fél HP-mat. Rémlik egy ilyen boss, aki spónolta le a kis minionokat. És... gyanítom, hogy az így végtelenbe...
Oké, erről nem lehet sebezni. Mi meg is halunk. De ő is leviti a sajátját. Az igen. Ó, oh, oké. Okay. Tehát csak innen szemből lehet sebezni. Ezt nem kéne amúgy, de hát ez van. Ez mi volt? Semmi baj. Hagyjatok már békén! Oké. Okay. Ezzel nem tudok mit csinálni. Látszólag. Jó, velük nem szabad harcolni. Milyen volt a hetem? Hát, húzós, maradjunk annyiba. Elég sűrű volt. Kék pöttyöt követjük. De miért fölfele? Lefele. Hol vagyok? És miért? Tűzre gyenge. Tüzelünk majd egy kicsit. Ja, igen, itt fölfele kell menni, mert már legalján voltunk. Igen, itt lefele, oké. Okay.
amit a kardra kéne tenni. Vagy... Most ezen gondolkodok, hogy... Tudunk, van valami egyébként? Mit lehet tüzelni? Dobáljunk meg valamivel? Karko... Pányrezi... De olyanunk van? Nincs. Annak itt kéne lenni. Jó, semmi baj. Találjam meg, hogy merre volt a boss room. Erre. Megint leszedi a fél HP-t. Áh, Istenem. Ó, semmi baj. Ütni kell, nem pedig dodzsolgatni, meg szaladgálni, meg mit tudom én. Na. Oh, 60 ezer. Az menő. Már csak kéne egy jó bonfire. Valahol ide, mondjuk. De gondolom, itt lesz valami. Igen. Akkor szintet lépünk. Na. Mit ad? Az ő... Nem, ő nem adott szólt. Nem. Oké. Okay.
megesszük a, ami nálunk van. Tanulnunk kell az ucsit. Hát, meg szerintem javítjuk a... Oké, és akkor most... Most szintet lépünk. Hát... A HP-val szerintem nincs gond. Endurance staminával nincs gond. Én szerintem mehet ez, nem? Jobb ötletem nincs. Strength nem ad-e többet? Hát azt most már nem tudom megnézni. Mindegy, dexre scale-el az úgy, szóval. Esetleg még azt, hogy... Miért nem tudunk most reinforce-olni? Oda kéne adni a... embert? El kéne mennünk ugye a gondolom a izéhez. Takeshihez. Jó, itt... akkor gondolom végeztünk. Nem látok mást. Úgyhogy akkor... ja nem, hát a ucsi az maxos. Tehát ezt nem tudjuk továbbfejleszteni. Már így a standard verzióban. És megbeszéltük, hogy most jut eszembe, hogy más verzióban meg nem fogjuk fejleszteni. Úgyhogy... akkor azzal nem is nagyon kell foglalkozni. És akkor... Várjatok majd egy percet. Mert rápillantok, hogy akkor most jönne már a DLC content? Mert ugye úgy vagyunk, hogy a Tomb of the Giants után már jönne a Kiln of the First Flame, ami ugye az endgame gyakorlatilag. De mi nem az endgame fele megyünk, hanem akkor a DLC-t, ugye? Ja, a South Sanctuary Garden. Csak jó lenne látni, hogy ahogy jutunk el. Na, várjatok, ránézek. Aha, tehát a Duke's Archive-ból kell menni. És hogy ott volt egy golden fog. Köszi, Edith Adri. Hát, igyekszik az ember. Jó. Jó. Hát akkor Sanctuary Garden. Felmegyünk tovább. Oké. Okay. Na, és akkor az melyik? Anor Londo, ugye? Már hülye vagyok. Igen. Vagy Chamber of Princess.
megnézzük ezt. Ja, nem a princess, az másik. Jó. És ide le is ülünk, hogy 10 esztoszunk legyen. Mint ahogy látjátok. Jó. Nem tudom, hogy NPC-kkel tudunk-e valamit. You've made it back. Very well. Go ahead. You may rest here. Even an undead requires repose. Nem. Jó, és akkor valahol itt oldalt kellett menni. Talán erre. Igen. Balra, itt jobbra. És ott fel. A József mögött. De erre nem voltunk már. Miért? Mármint itt nyilván már voltunk. Csak valamiért... Az rémlik, hogy... Vagy csak elnéztünk ide? Nem tudom. Na mindegy, egyébként ez innentől kezdve akkor DLC content. És ha nem nyomnánk a DLC-t, akkor már tényleg az endgame jönne. Tehát jól haladunk már a vége fele. Nincs Death Snow, hát igen, ez az, hogy itt volt egy Death Snow. De ez nincsen. Nem tudom, hogy erre voltunk-e, nem emlékszem. Valami rémlik, hogy eljöttünk, de... Igen, ez a Duke's Archive. Oké, ez eddig oké. Na várjál. Mert valami nem jó. Megnézem csak a izét. Olvasom. Oké, írja a vaddisznót. Na, elvileg itt össze kell szednünk egy ilyen, ezt a Broken Pendant itemet. Ami egy key item. Na most ezt megnézem, hogy ez nálunk van-e. Hát...
Oké, meg kell mentenünk ez a Daskov Ulasil. Hát ez remek. Őt nem tudom, hogy megmentettük-e. Na, tehát ugye a Darkroot Basin-ben van. Igen, ott a Darkroot Basin-ben voltunk. Jó, egy nagy Golden Crystal Golem. Oh, nem tudom, hogy őt megöltük-e, de komolyan. Szerintem arra nem voltunk. Úgyhogy akkor most oda megyünk. Mert mi a létre mellett nem mentünk el. Már a létre mi fölmásztunk. Szóval most át kéne valahogy úgy oda menni. Csak melyik az a... Igen, megöltük a hidrát, és ennyi. De az honnan kéne menni? Egyik se jó. Az a helyzet. Hát akkor Firelink Shrine. És akkor onnan. Azt hiszem itt lefele. És ott a sárkányos résznél átszaladunk. Ugye? Elvileg van bonfire. Igen, van bonfire, csak nem tudok oda warpolni. Tehát ez a bajom, hogy nem fast travel point. Igen.
Azt az itemet miért nem vettük még fel ott? El van csak ott hajítva. Na ez kicsoda. Widgethead. Head of the Rogue Witch Beatrice. Akkor ő most halt meg. Ezért nem volt itt az itt item. Szerintem nem... Föl tudom én ezt venni? Föl, de várjatok. Hát az a baj, nem valami jók a statjai. Nem mintha egyébként számítana, mert... Jó, hát mehetünk ebbe. Nézzük meg. Biztos nem néz ki rosszul. Na, hol van? Semmit nem találok soha. Hát jó, mondjuk menőn néz ki. Kicsit fura hozzá a katana, de hát istenem. Igen, ez Sheritadri pontosan így vagyok ezzel én is, hogy dodzsolgatok össze-vissza, mint egy hülye, szóval tök mindegy, hogy mi van rajtam. Ha meg megütnek, megütnek. Ugye ez a build nem heavy armoros, szóval innentől kezdve teljesen mindegy. Így van egy seprű kéne. Jaja. Na jó, valahogy jussunk el a Darkwood Basinbe. Nem tudom, ezt a sarit valahogy... Mit dob ez a sárkány amúgy? Nem kéne ezt megölni? Egyébként. Majd, ha már nagyon nem lesz más tennivaló, akkor... ...5000 szól. Jó, a Darkwood Basin itt van fölfele. Ha jól emlékszem. De lehet, hogy nem jól emlékszem. Mindjárt kiderül. Hát vagy lefele. Nevermind, ugye milyen idegesít, amikor a veszőt a CSS-sel teszik oda a honlapra? De annaknak külön hely van a pokolban. Így menőn néz ki amúgy. Fejjel a kezében. Na jó. Oké. Ez lesz a Darkwood Basin. És itt van a... Bonfire.
hídra. Aki nem tud felmenni a vidra. Na de mindenek előtt, még mielőtt odaérünk, én hozok egy sört. Egy pillanat türelmet kérek. Itt is vagyok. Úgyhogy akkor innen megyünk tovább. Igen, még az e-heti menetrend van, mert a jövő heti az még homályos. Valószínű kedden lesz stream, hétfőn nem valószínű. De kedd az... az esélyes. Na. És akkor itt volt a hidra. És itt el lehetett menni erre, és mi el is jöttünk, csak mi ugye fölmentünk a létrán, és elvileg itt erre valahogy lehet menni tovább. Hello? So, 'tis thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So,
Before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Sure. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. Oké. És akkor most? Valamit nem értek. Jó, akkor most... Jó, akkor most mehetünk vissza a Duke Survive-hoz. Ezek szerint. És akkor ide kell visszahoznunk majd... A... Broken... Azt a pendentet, vagy mit? Na, és akkor még azt mondjátok meg, hogy hova warpoljak, hogy... Ja, vissza Anor-Londóba, jó. Sejt Adri, ez nem ilyen egyszerű. Küldhetni a 100 kekszet. Nem erre, erre kell jönni? Hát igen, itt a közlekedés az valóban egy kicsit olyan... De ez inkább csak ilyen nyavajgás. Ugye a Fast Travelhez szokott kényelmes hátsóm mondatja velem. Ugye a Elden Ring után, hogy gyakorlatilag ha nem volt elfájtva, akkor akárhova mehettél, akármikor, akárhonnan. És igen sűrűn voltak ugye a bonfire-ök is. Pontosabban a, hát a grészek, ugye. Thank you.
Na, és akkor itt azért leülünk. Majdnem tudunk szintet lépni, és van nálunk, amúgy nincs nálunk, úgyhogy mehetünk. Jó. Ugye itt fölmegyünk a lifttel, és akkor elvileg ott lesz egy kristálgólem. Itt fent jobb oldalt. Hát lifttel fel kell menni, és utána nem. Jaj. Már el is felejtettem, hogy milyen fantasztikus volt ez a hely. Ja, igen, erre emlékszem, erre a gólemre. Ez itt átsorgott... És így nem is bántottuk amúgy. Nem is öltük meg szerintem. Vagy fene tudja. Na, és akkor őt kell... Broken Pendant. Jó, és akkor most mehetünk vissza. Hova? vissza ugye a Basinbe akkor, Darkwood Basin. És akkor ott lesz a... ahol volt a... hidra mögötti alagút. Maradunk a Dexnél. Firelink. Nem baj. Igen, föltöltjük 10-re a Estus-t.
Hát, ki lehet tolni többre is. Nem is tudom, mi kell hozzá. Múltkor beszéltünk róla, csak már elfelejtettem. Tehát lehetne ez több is. De én a 10-et nem kevesrem így érzésre. Az 5 szokott elfogyni. Tehát a 10 az... 10 az nem szokott elfogyni. Hamarabb meghalok. Vagy megölök mindenkit. Az 5 az, az néha szűkös, de hát... Az annyi, amennyi. És minden bonfire-t lehet amúgy... Tehát minden bonfire-t lehet növelni? Tehát mondjuk kiválasztok egy random bonfire-t, és akkor mondjuk, hogy onnan most már 6 legyen. Vagy csak ezeket a nagy bonfire-öket lehet, mint a Firelink Shrine, vagy a Anor Londo, vagy ezek. Mert én is olvastam valamit, de már komolyan nem emlékszem rá. Szégyellem is magam miatta. Humanity-vel fejlesztem a bonfire-öket. Aha, de akkor egyet tudok fejleszteni. Mondjuk, na nézzük meg, hogy tudom ezt fejleszteni. Kindle. Jó, hát akkor kell egy Humanity. Ugye akkor át kell mennünk human formba. Igen, és akkor Kindle. Jó, és akkor ez a konkrét bonfire fog most már mennyit adni? 6-ot vagy 10-et? Vagy így akkor az összes fog? Vagy csak ez az egy? Más kérdésem nincsen. Csak ez, és 6-ot vagy 10-et? Mert ez eddig 5-öt adott. Lehet plusz 15-re is. Hát akkor gondolom ez azért van, hogyha van valami olyan nehezebb rész, nehezebb terület, akkor azt fel tudod fejleszteni, azt a bonfire-t. És akkor több Estusod lesz. Jó volt. Semmi baj. Oké. Na, és akkor most kéne tudni, hogy hova kell menni. Reddit szerint 5-ösével nő. Jó, bal hátra, tehát ugyanoda, mint ahol voltunk.
az ott egy Magic Butthole. Na, és akkor Sanctuary Garden. És akkor ez már tényleg DLC content. Abszolút mértékben. Sejtadri, meglátjuk. Szerintem okvetlenül lesz valami maratoni stream. Ó, ez így rögtön. Szevasz. Mekkora farka van, az láttátok? Hagyjál már. Szerintem ennek a farkát le lehet vágni. Már ha hagyja, persze. Oké. Okay. Szóval, ja, valamint majd nyomunk ilyen maratoni streamet. De még egyelőre nem tudom, hogy mit lehetne. Hát, Witcher. Mondjuk a Witcher annyiból lenne jó. Így maratoni streambe, hogy legalább haladna. Mert a Witcher 1 azért... Na, tehát... Az jó, ha halad. Le kéne vágni a farkát valahogy. Mondjuk... Ó, basszus! Na mindegy, le akartam vágni a farkát. Tehát egy VIP fegyver, egy ostor. Na mindegy. Honnan jöttünk és hova megyünk? Fogadjunk, hogy innen jöttünk.
Igen, erre jövünk. Dudeldorf. Köszi a követést. Amúgy se annyira jó. Hát, oké. Akkor mindegy. Na, ide most lecsütseni. Nem tudom, hogy a szól, amit dobott, az mit ad? De nézzetek már rá, please, hogy ez jó-e nekünk. Nem hiszem amúgy. Együk meg, vagy mi legyen? Nincs info róla. Hát akkor... Cannot be used to make a weapon. Hát jó. Megettük. Na jó. Nézzünk szét. Valahonnan rémlik ez a... Tudom, nem voltunk itt, de nagyon hasonlít a Darkroot Gardenre. Nem? Hello? Nagyon-nagyon hasonlít. Hát NS, így van, tehát tényleg a Souls game-ekben ezek a pályák, meg tehát ugye a design, a világok, minden tényleg nagyon-nagyon jól vannak, jól meg vannak alkotva, jól megalkották. Nincs egy éve, hogy Londonban lakok, de már nem tudok magyarul. Szóval igen, ez teljesen úgy néz ki. Már picit máshogy néz ki, de teljesen olyan, mint a Darkroot Garden. Csak egy kicsit más. Itt vannak ilyen vasvillás parasztok. Hello? Pű! Oké. Okay. Ő kemény tökű. És mi volt a neve? Royal Woods? Tehát királyi erdő?
Vagy hát királyi royal. És itt azért ez a játékhoz abszolút nem kell különösebben erős gép, de alapvetően ami kell hozzá, az egy hát egy átlagos PC meg egy kontroller. Nem tudom, hogy van-e olyan, aki próbálta már billentyűegére játszani a Souls gémeket. Én egyszer megpróbáltam, de fú, nagyon-nagyon nem, nem esik kézre, olyan fura az egész. Nem azt mondom, hogy... Opá, hasra esett csóri. Nem azt mondom, hogy szörnyű, vagy... De úgy kicsit, mintha az lenne az ember érzés, hogy nem erre talál... Nem így akarta a készítő megalkotni. Tehát olyan... Nagyon fura. DS3-at végigtolt a billegérrel. Hát az le a kalappal. Nem azt mondom, mert biztos meg lehet szokni. Csak valahogy olyan nagyon-nagyon fura. De lehet, hogy ez azért van, mert így szoktam meg. Egy alapvetően nehéz játék, meg... Na mindegy. Tehát nehéz játék. Nem azt mondom, hogy amiatt nehéz, mert... Ez baj. Meg is öl. Ezt elbénáztam. Ez szomorú. Nem baj. Jövünk megint. Itt még nem messze. Rocket League billentyűegérrel. Hát, én megmondom őszintén, hogy Rocket League-ezni sose Rocket League-eztem. Annó ugye még elsportoztunk, addig volt a szakosztályban egy volt a szakosztályban Rocket League csapat. De valahogy nekem annyira nem volt időm, energiám velük úgy különösebben foglalkozni. Tudom, ez szörnyen hangzik, de valahogy annyira kívül esett számomra a Rocket League. Nem is tudom, hogy szerintem sose nem is játszottam, pedig én annó, ami a e-sport szakosztályban volt nálunk játék, azt mindent kipróbáltam valamilyen szinten. De valahogy Rocket League-et nem. Pedig biztos jó móka. Gondolom ezek a kertészek itt a királyi erdőben.
Na jó, ezt meg kell ölnünk. Nem futunk, megöljük. Nem olyan vészes, csak nagy a damage-e. Kaptunk egy leggings-et. Mehetünk jogázni. Matlabos plotok? Hát matlabban a legegyszerűbb plotot csinálni, nem? Már ha így most össze akarom hasonlítani a... Ó, hát te ide pont kellettél amúgy. Viszlát. Miért érzem azt, hogy ő itt vissza fog majd jönni? Jöjjek erre, vagy nézzünk még fönt, szét fönt. Hát, most már eljöttem erre. Ez a játékban van ez a hang. Legalábbis remélem. Ez a mennydörgés. Nem, nem, a játékban. Ja. Ó, ez baj. Tudom, nem kéne Humanity-t benyomni, de... Hát, na mindegy. És akkor itt vagyunk most a másik oldalán a... Meg kellett ölni. Oké. Hát végül is. Az ott egy ember? Hello? Ah, let me guess. Snatched by a shadowy limb and dragged off to the past. Igen vagy nem? Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Mm-hmm. Did you happen across Knight Artorias, the legendary abyss walker from the old tales? Well, if you haven't, it's just as well. He's a colorless sort, if you ask me.
I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? És akkor lehet tőle venni ezt, azt, meg amaszt. Jó. So long. So long. So long. Ahogy Geralt mondaná. Itt van-e még valami? Az ott bosszmang, vagy csak... úgy lehet menni tovább? Tehát ne erre jöjjek lefele. Van itt egy shortcut, azt mondjátok. Hát gondolom az a, akkor az a lift volt. Megnézzük. Csak mielőtt bementem volna. Mondtam, körülnézek. Na nézzük. Oké. Tehát most már nem kell körbevenni, hanem innen át tudok menni oda. Király. És ott még van egy item is. A Guardian setet adja, a legging set adta az imént. Jó, mindegy, legalább ez a shortcut megvan. És akkor megnézzük ezt a füstkaput, hogy mi van mögötte. Ha boss fight, akkor legalább visszamegyünk, feltöltjük az Estus-t. Igen. Azt mondod, hogy mehet egy Kindle is? Na, erre kíváncsi leszek akkor. Hát most heal nélkül meglepődnék, ha First Ray lenne. Volt már rá példa, de ez DLC content, szóval a DLC-k azok általában nehezek. Igen, ő olyan feszültnek tűnik. Semmi baj. Aki csinálta ezt a DLC-t, ez a lila füst, ez nagyon
nagyon-nagyon menő volt neki. Ugye... hát adjunk akkor az Estusra. Mindegy amúgy. Miért nem kettőt nyomtam be? Na mindegy. Vagy miért nem Twint? Hagyjuk. Na, most akkor csak meg kell találnunk azt a házikót, és elvileg egyből oda tudunk menni. Nem volt messze, meg elvileg nem olyan vészes oda jutni, mert szerintem ki tudjuk kerülni a nagyját. Tehát itt szerintem el tudunk sunyogni. Ja. Hát, Dúldorf amúgy lehet, hogy az kéne. Adjatok egy pillanat, bocsánat. Csak egy üzenetre akarok válaszolni. Rendben. Pötyögjön a fene. Oké. Még nézegetem mostanában így a GPT-s AI cuccokat. Jaj, a voice to text a órámmal. És... hát... valamit kéne csinálni, egyre jobban viszketek egyébként, hogy valami kis projektet kéne mókolni. Csak energia kellene hozzá. Ó! Oh. Mit csinál? Átment ilyen Super Saiyanba, vagy mi? Úgy kedves tőle, hogy hagy hílelni. Oké. Okay. Ez menő ez a atakja. Ez levesz a lábamról. Szuper csillagharcos? Hmm. Amúgy... amikor le kell ütni. Hát... ha le lehet ütni.
Stopsoros, egyébként most honnan tudod, hogy mit most nézel, az már nem GPT, tehát lehet, hogy nem is én játszok, hanem a botom. Mármint, hogy... Na, értitek? Jó, persze egy ilyen játszóbot az... az sosem egyszerű. Főleg egy Souls game-nél, mert mi nézegettük annó. Fú, nagyon-nagyon régen, még a, tényleg az e-sportos időkben, amikor foglalkoztunk azért AI-jal is. Nyilván a legtöbb játékfejlesztő nem nagyon örülne, hogyha ilyen AI játszó botokat kezdenél el gyártani, főleg e-sportba, érthető okokból. Persze a StarCraft 2, igen. Content filter. Nem a törökökkel van bajom, hanem a török fodrászokhoz nem szeretek járni. Stopsoros, óvatosan, mert nincs semmi gondom a törökökkel, de komolyan. Ezt jobbra kéne dodzsolni. Jó, semmi baj. Tanuljuk a movesetet. Ó, stopsoros, hogy ezt válaszolt a GPT. Mindegy, valamit nagyon kéne, ki kéne találni, valamit mókolni kéne, mert tényleg egyre menőbb cuccokat lehet így összedrótozni. Hát meg addig kéne, amíg a... bár mondjuk ez engem nem érint, akartam mondani, hogy addig kéne, amíg az Unió nem tiltja ki a OpenAI-t, de ez engem nem érint, szóval... A kollégák is aktívan használják. Főleg, hogyha ilyen kisebb ilyen Python scriptet, meg ilyen-olyan dolgokat akarnak mókolni, ami ilyen egyszerűbb, akkor mindig a GPT-vel iratják meg. Tehát mit tudom én, ilyen, tényleg ilyen alap dolgok, hogy be kell olvasni 20 darab textfájt, vagy valami ilyesmi. Iratnak vele egy basscriptet. Stopsoros, ez nagyon ez nem volt szép. Azt mondja, küldjen vissza a liftet. Stamina. Delay. Megint a delay. Ezek a delay-elt atakok. Nehéz. Nem hagy healelni. Jó, amúgy tetszik nagyon. Ő
Jó, stop soros, oké, akkor legközelebb visszaküldöm a liftet. Csináljak egy társas játékot. Vagy csináltassak. Mondjuk hamarabb csinálnék én magam, őszintén szólva. Anno egyetemen is szomorú voltam, hogy a legkönnyebb multiplayer gémet húztam a háló beadandóra. Hát, figyelj, nem, mert most alapvetően a... Tehát... Én ennek a fájnak a dinamikájában nem látom azt, hogy én 20 healt elhasználjak. Persze lehet, hogy ez egy hibás... hibás meglátás, és lehet, hogy nem kéne ilyen agresszíven támadni. Ez majd elválik, lehet, hogy váltunk majd... Lehet váltunk majd taktikát, de egyelőre próbálom úgy agresszíven támadni. Sétadri, azt nem ismerem. Ó, hát olyan ivós játékot ne ígyatok, hogy én meghalok és isztok, tehát nem akarok itt alkoholistákat... Ez szép volt. De nem akarok itt alkoholistákat kibocsájtani. A delay-es atak. Ezt még nem láttam eddig. Ezt se láttam eddig, azt hiszem, és meg is jól. Oké. Stop soros, ez nagyon ilyen demagóg volt. Nem te veled, de te neveled ki az alkoholistákat, hanem az ország. Ez ilyen nagyon ilyen... Hát nem is tudom, totalitárius. A pszichológusok próbálják kinevelni az alkoholistákat az alkoholizmusból. Legalábbis. A legtöbb, gondolom. Bár nem tudom, hogy ilyen feladatokat vállalnak-e. Az egész játék nekem first playthrough. Tehát én a Souls gémekkel úgy... Hát Souls-like gémekkel úgy kezdtem, hogy a legelső volt a Bloodborne. De azt azért játszottam végig, hogy megtanuljam, hogy hogy működik ez a egész Souls-like mechanika, meg ugye az egész fölépítése a gémnek. Mert ugye jött az Elden Ring. És az Elden Ring előtt meg akartam tanulni, meg úgy szokni, meg úgy megérteni, hogy hogy működik maga a játék. Ezért még játszottam a Bloodborne-t DLC-k nélkül, tehát csak az alapgémet. Vagy hát DLC nélkül, csak egy van. És utána jött az Elden Ring. Azt végignyomtuk. Hát... Mondanám, hogy 100%-ra, de... Ha kimaradt egy boss, valami kicsi vagy ilyesmi... tehát ilyen... Nem jó így. Jó. Ölj meg. Tehát az Elden Ringet ilyen All Achievement runnal nyomtuk végig. Tényleg amit lehetett ilyen boss-t
tehát minden kő alá benéztünk. Ettől függetlenül lehet, hogy kimaradt egy-két ilyen kisebb valami. Egy-egy dungeon, vagy... Én igyekeztem mindent megcsinálni, de... Hát benne van a pakliba. A lényeg, hogy a lényegi bosszokat megcsináltuk. Tehát akinek neve van, azokat mindet. És akkor mondtam, hogy jó, akkor jöhet az összes Souls game szépen sorba. És itt vagyunk most. Tulajdonképpen majd, hogy nem már a... Hát most, ha a DLC-t nem játszanánk itt a Dark Souls-ba, akkor már az endgame környékén lennénk, úgyhogy... Nevermind, egy NPC questline maradt elvaratlan a streamekben. Ez pedig ugye a... Ó, hogy hívják a jányt, aki keresi a tüzet. Varésem volt? Hát lehet, lehet. Na mindegy, én a streamen kívül megcsináltam egyébként a... Nem Eternal Fire, az a Witcherbe volt. Na mindegy. Tehát nagy részt mindent megcsináltunk, amit lehet. Én megnéztem az összes endinget. Nem éri meg itt bevinni a damage-et. Híleltem. Frenzied Flame Ending, így van, így van, így van. Azt majd szerintem a DLC előtt megnézzük. Tehát mielőtt jön a DLC, előtte elővesszük, és bemásoljuk a mentést, és megnézzük a Frenzied Flame Endinget. Onnantól, hogy lemegyünk, és fölvesszük a Frenzied Flame-et. Mert ugye azt se vettük föl, tehát végigkísértük meg, segítettük azt a kislányt, aki... akinek nem jut eszembe a neve. De végül azt nem néztük meg, mert... hát őszintén szóval nem is tudom, hogy miért. De akkor azt megnézzük. Melina. Nem Melin. Biztos, hogy Melina. Nem Melina volt a... aki guide-olt minket. Így van, az összes Souls game-et. Tehát a hát úgy, hogy a Dark Souls 1-2-3, úgy, hogy van DLC-stől mindenestől. Tehát a full game. Aztán jön egy Bloodborne. Hát nekem újra, itt most streambe először. Ugye tényleg a Demon's Souls is volt, már el is felejtettem, azt itt streambe végignyomtuk. Ugye a remake-et. És tehát jön a Bloodborne. Majd amikor jön a Elden Ring DLC, akkor ugye azt is. Ah.
Menő ez a boss egyébként. Szóval... igen, Bloodborne. És hogyha lesz idegrendszerem, akkor a... Sekiro. Tehát mondom, ez így jönnek most sorba. Tehát DS 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro. Ahogy Nevermind írja. Jaja. És mire ezekkel végzek, remélem, hogy jön egy újabb Souls game. Mondjuk egy Elden Ring 2. Bloodborne volt, de nem streambe. És szeretném streambe is végignyomni, mert hát eddig szerintem annak volt a legegyedibb hangulata. Az Elden Ring is nagyon jó, de nekem a Bloodborne-nak a hangulata az valahogy nagyon, azt nagyon-nagyon eltalálták. Igen, a DLC be van jelentve, Shadow of the Erdtree címmel, csak dátum még nincs. Igen, a Sekiro az egy kicsit más azért, tehát az... amit én láttam belőle, játszani még nem játszottam vele, az igen, nem is annyira Souls-like, meg picit más a dinamikája. Nem tudom, mi történt most, de lehet, hogy ő se. Mindent kidodzsol. Brutál. Stopsoros ilyenek, ilyenek elem játszok. A Star Wars... Ja, az új Star Wars game. Hát... Megmondom őszintén, én néztem egy darabig így streameket. Nem mondom, hogy rossz, de úgy különösebben nem... nem ragadott meg. A sztori biztos nagyon jó, meg biztos nagyon jó maga a game is, de hát nem tudom. Hagyjál már békén. Igen, a Jedi Survivor, azt hiszem az a címe, vagy. Idénre lesz egyébként egy... mi is a neve a... neve? Mi a címe? Ősszel jön ki, azt hiszem. Valami Legends of the Fallen, vagy... Ez ciki. Hát Senua-val biztos, hogy fogunk játszani, tehát ez nem kérdés. Ott majd, nem tudom, valamit ki kell találnom, hogy a hardware bírja. Hát az előzőt is alig. Hát az új, meg ugye az Unreal Engine 5-ön. Nem tudom. Szerintem valahogy elcsencselem bentre a 4090-en.
közel vagyunk? Nem voltunk közel. Oké. Meg is jövő, mi? Brutál. Lords of the Fallen, azaz. Lords of the Fallen. Az mindenképp, mindenképp jó lenne megnézni. Sokat ittam, hát gondoltam befér kettő, de nem fér be. Most néztem egyébként a PlayStation Showcase-t. Szerintem a vérnyomásom nem ment 115 fölé. Viszont volt egy-két ilyen kicsi indie platformer, ami esetleg így beférhet. Ugye lesz egy új játék a Journey fejlesztőjének. A címe az, tehát ne kérdezzétek. Majd visszanézem a showcase-t és akkor... Egyébként beírtam magamnak valahova, jön majd nem sokára az is, szóval azt mindenképp megnézzük. Segít Adri, mondom, ne kérdezzétek a címét, mert memóriám rettenetes. Úgyhogy, de az biztos. Meg nem is tudom mi volt. Tehát mondom, ilyen kisebb gémek, tehát ilyen indie címek főleg. Most valahogy úgy nem különösebben hozott lázba, tehát ugye a Spider-Man 2-nek is mutatták ezt a kis részét. Hát, megmondom őszintén, hogy biztos jó játék lesz. Miért ne lenne jó, az első is jó volt. De nem különösebben hozott lázba. Sword of the Sea. Lehet. Ez nagyon rossz volt. Akkor az Sword of the Sea. Yeah. Azt szerintem megnézzük. Jó messzire rakták a Bonfire-t. Enes, ez a Dark Souls 1, ez a Bonfire közel van. Ez a Bonfire, ez alapvetően közel is van, meg könnyű eljutni. Tehát DS1-hez képest. A Elden Ringhez képest nyilván rohadt messze van. De ott ugye a Steak of Marika az egy hatalmas találmány volt. Hát Enes, hát igen. Mondjuk vérmérséklet kérdése, de ja. Volt ennél hosszabb boss run, sokkal hosszabb is. Volt egy egész éria, már nem is tudom, hogy nem is emlékszem pontosan, hogy melyik, hogy nem volt Bonfire egyáltalán.
Így van, stópsoros, a lift az mindig megy vissza. Ez eddig nagyon jó. Ez eddig a legjobb trájom, de komolyan. Hagyjál! Hát igen, egyébként, hogyha nem vacakolni, tehát ha nem DLC-znénk, akkor már az endgame-be lennénk. Tehát... De... Mondtam, hogy végignyomjuk a DLC-ket is, szóval... Oközben... Tusi, köszönöm a követést. Hello, hello, üdvözöllek. Washing Paul-lal könnyű? Az az easy módja a játéknak. Olyan, mint a... Nem is tudom, mit mondjak a... Elden Ringben mit mondtak a... Ó, mi volt az a... Mimiktír, igen, az. Végül mi nem is használtunk. Ugye mi a izét használtuk a nehéz bosszoknál, a fekete kardost. Jaj, vagy fekete késest. Black Knife-ot. Bocsi, Sedit Adri, köszönöm a csírt. Csak itt az a baj, hogy megtéveszted egyrészt az új nézőket is. Hát hogy lehet itt csírelni? Hát nem is vagyok monetizálva. Meg megtéveszted a UK adóhatóságot is. Nem, egyszerűen nem fér be heal. Hát most befér. Mondjuk ilyenkor nem tudom mit csinál, de... Ó, nem már.
igen, ez a visszakézből pofon, ez nem esett jól. Nagyjából kezdem érezni a dolgot. Pár dologra tényleg jobban oda kéne figyelni. De ez a power up-ot, ezt nem tudom interruptolni. Mármint, hogy csak, hogy magyarul is beszéljek, tehát amikor úgy főszívja magát. Hát oda tudnék menni damage-elni. Tehát egy kicsi damage-et be tudnék vinni neki, csak utána én is kapok a robbanással. Mondjuk a robbanás olyan nagyon sokat nem sebez egyébként. Tehát... egy korai Margit. Ez olyan, mintha valami festő lenne. És ilyen festményre. Ez egy korai Picasso. Csak ugye... Ez egy korai Margit. Hát igen, Margit, amikor először próbálkoztam, valóban korai volt. Aztán kiírtottuk Limgrave-et, és már is nem volt korai. Utána már, nem azt mondom, hogy kés a vajon, de... Igen, lehet, hogy nem 15-ös szinten kell Margittal próbálkozni először. Befért volna kettő. Hát neki most befért kettő. Jaj, ez mindig kettő. Oké. Okay. Kösz. Rátette. Rátette. Lekéstem, nem baj, hílelünk. Lehet, hogy kicsit rövidlátó. Nem hagy hílelni. Érthető amúgy. Én sem hagynám magamat. Oké. Okay. Hát Sheritadri nagyon sok ment streambe is. Limgrave-ből. Tehát a nagy része ment streambe. Nem sokat játszottam Elden Ringgel streamen kívül. Mondjuk egy 10 órát. Na, összesen. De az a 130 órához képest tényleg minimális. És azok ilyen nagyon ilyen nagyon minimális dolgok voltak. Jó a movesetje, jaj, nagyon tetszik ez a boss egyébként. Tudom, ez hülye hangzik, mert szívok vele, kaptunk egy vasvillát, nagyon jó. Szívtunk vele, mint szívunk vele eléggé, de tetszik nagyon. Az államvizsga után újabban már beleugrani kell a szökőkútba? Nem beleugrottunk. Bár én megmondom őszintén, hogy nem emlékszem rá, mert nem mindegy, ne menjünk bele. És ez még az agráros államvizsgán volt, nem az IK-s.
Na. Fókusz. Az a baj, hogy őnál is van fókusz. Föl se tudtam állni. Nevermind, hát lehet. Nem biztos, hogy jó ötlet amúgy. Akkor jó ötletnek tűnt. Sőt, ez nem is a diplomaosztó után volt, vagy záróvizsga, hanem ez szerintem agráros sárgulási bálon volt. Sőt, Adri, nem. Nem mondom el. Hát igen, én sajnálom, hogy IK-n nincsenek ilyenek. Nyilván ez a BSC-MSC dolog egy kicsit úgy kiherélte ezt a dolgot. De az például az agráron ezek a felezési, meg sárgulási bálok, meg hetek. Tehát ugye van egy felező hét, meg egy sárgulási hét. Ezek tényleg nagyon ilyen community eventek voltak. Hát ugye a sárgulás ugye az ötödéves, tehát az végzősöknek azért 5 év után, tehát 5 év alatt nagyon összekovácsolódik egy évfolyam, és tényleg azok nagyon hangulatos eventek voltak. De gör megállítja a power up-ot. Thank you.
Shit! Ezt elrontottam. Nem jól csináltam. A végét elrontottam. Ott el kellett volna menni, nem pedig oda menni, emberködni. Na mindegy. Megvan most már, megvan. Jó lesz, jó lesz. Jó, közel van már. Nyilván itt a kicsit most a random generátor is kedvezőbb volt. De jó lesz. Minden trial tanulunk valamit. Mint ahogy az életben is. Na mindig, szóval tényleg nekem is kicsit hiányzott az IK-ról ez az ilyen bál, meg ilyesmi. Azért emlékszem, az Agráron tényleg volt ilyen nagy vacsora is, meg minden, ahol a teljes évfolyam, az oktatók. Hát konkrétan a sárgulási bálunkon nekünk bikini koncert volt. Most nem azt mondom, hogy hasra esek a bikinitől, de azért na. Tehát, ráteszi a harmadikat? Ó, oké. Shit. Kedves volt, megvárta, hogy híleljek. Ott is van. Ott is van. Soul of Artorias. Na. Menő volt nagyon. Nagyon-nagyon tetszett ez a fight.
Ez tényleg... tényleg nagyon menő volt. Na. Merről jöttünk, merre kell tovább menni, és sose tudom. Arról jöttünk szerintem. Úgyhogy erre jövünk tovább. Köszi, srácok. Ez a szó, ez valami quest item, nem? Tehát már mint úgy értve, hogy a story item. Ja, vagy ad... Nem tudom hova jövök, de jövök. Mert is a kövi boss. Later. Akkor itt lecsücsenünk. Szintet lépünk. És mára meg is állunk. Alapvetően én itt gondoltam mára. Hát vagy pontosabban úgy voltam vele, hogy ahogy sikerül, de úgy időben nagyjából meg is vagyunk. Úgyhogy itt most megállunk. Folytatjuk jövő héten, pontosan nem tudom, hogy melyik nap, meg hogy. Valószínű kedden nyomatjuk egy kicsit. Egyébként jövő hét hétvégén elutazok, úgyhogy nem lesz stream egy hétig. Bocsi, lentebb veszem ezt a halálhörgést. Szóval jövő héten szerintem ezt folytatjuk, valószínű kedden, de meglátjuk. Na. Viszont mára megállunk. Holnap most már tényleg megnézzük a Last of Us Part 1-t, a PC-s portot. Hát reméljük már, never mind, ez gonosz volt. De reméljük, hogy problémamentesen. Szerintem az én gépemen nem lesz gond, de mondom, ha valami nagyon félre megy, akkor lehet, hogy megállunk, aztán végig gondoljuk, hogy hogyan kéne a taktikát kivitelezni. De a lényeg, hogy holnap megnézzük akkor a Last of Us Part 1-t. Elkezdjük, belenézünk, reméljük, hogy tényleg nem lesz semmi gond. Én nagyon szépen köszönöm a ma esti figyelmet, köszönöm a cheert, Sejt Adri, köszönöm szépen. Legyen további kellemes estétek, további kellemes hétvégétek, és holnap akkor várlak titeket. Sziasztok!